Szinte sokkolta a lakáspiacot a koronavírus járvány európai és magyarországi megjelenése. Az Otthoncentrum egyik nyíregyházi ingatlan szakértőinek elmondása szerint náluk az elmúlt egy-másfél hónapban drámaian 60-65%-kal esett vissza az adásvételek és a telefonos vagy személyes érdeklődések száma. Az internetre feltett hirdetések statisztikái szerint ugyanakkor érdeklődőből nem lett kevesebb. Tehát aktív működik a háttérben a keresleti oldal, de egyelőre kivár. Attól most nem sokan félnek, hogy el fogják adni az orruk elől a kívánt ingatlant. A szakember szavai alapján most önmagukat szűrik meg a vevők, aki viszont szeretne vásárolni, vagy valamilyen okból rá van kényszerülve, az meg is teszi, így egy komolyabb szándékú vásárlói réteg van jelen a piacon. Az érdeklődők viszont próbálják kerülni a személyes találkozásokat, helyette több képet, információt kérnek az ingatlanokról. A közvetítő irodák a megváltozott igényekhez alkalmazkodva új megoldásokkal álltak elő. Például online tudunk adásvételi szerződést készíteni, tudunk online bemutatókat, igyekszünk igazodni, hogy minél kevesebb személyes érintéssel, lehetőleg több információt átadva tudjunk akár az eladók, akár a vevők felé tartani a kapcsolatot. Igazából senkinek nem jutott eszébe, hogy az ingatlan közvetítést online módon is lehetne csinálni. Most ez a helyzet rá kényszerített bennünket, és jöttek a megoldások, hogy hogyan lehet akár eladói oldalon, akár vevői oldalon, akár az ügyvéddel, akár kivel, tehát banki oldalon is online módon megoldani a lehető legtöbb lépést. Sok esetben mi magunk közvetítők vállaljuk be, például egy adásvételi szerződést, és megtettük azt, hogy mi elvisszük az eladóhoz, aláíratjuk, elvisszük a vevőhöz, aláíratjuk, és közben az ügyvéd mondjuk Skype-on például online van, tehát az ügyvéd előtt azért azonosítani kell magát, akár eladónak, akár vevőnek, nem lehet csak úgy bárkinek aláírni, de az ügyvédnek feltétlenül nem kell ebbe személyesen belefolynia. A szakember hozzátette, most az úgynevezett ingatlan turisták is ritkábban kerekednek fel. Az eladói oldalon közben nincs jelentős változás. Az új megbízások száma nem csökkent márciusban, pont azért, mert a keresleti oldal ugyanúgy megvan. Ennek megfelelően az árak sem estek számottevően, de nagyon most az alkú lehetősége. Nem olyan őrült meg visszaesés van, de azért, ha azt mondja, hogy teszem azt a 15 milliósat 14-et szeretném, akkor meg az esély rá, hogy meg tudja venni. Valószínűleg lesz még ez alacsonyabb is, mint az árak fognak még lejjebb menni, és mire végére érünk ennek a vírusos történetnek, biztosan lesz még egy 10-15%-os árcsökkenés, de sokan arra várnak, hogy 20-30%-os visszaesés, ezen valószínű. Tehát annyira azért nem fog visszaesni az az ingatlan árszint, de biztosan lesz még csökkenés, és tényleg ezért is mondom, hogy most gyűjtögetnek, írogatnak, nézelődnek a vevők, de még nem lépnek. Valószínűleg olcsóban fognak tudni ingatlanhoz hozzájutni, majd annak idején nem hiszem, hogy annyira lemennének az árak. A szakértő arról is beszélt, hogy az ő feladatuk most az, hogy az ingatlan eladókat informálják, egyúttal az árakról is megkérdezik őket, de tapasztalataik alapján egyelőre nem nagyon hajlanak a mérséklés irányába. Ki lehet tehát jelenteni, hogy az ingatlan piacon az élet nem állt meg, csak átalakult.